A forgatási helyszínt az immár 25 éve működő Remiz étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. Paulillát a krizó csillogó ékszerei varázsolják még elragadóbbá. A műsorvezető frizurája a pomádészalomban készült. A Lillás reggeli a Facebookon is elérhető. facebook.com/lillásreggeli. A műsor média partnere a Pécs Rádió. Lillás reggeli. Hozzávalók két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely, egy lenyűgöző személyiség, egy csipetnyi kíváncsiság, egy csokornyi jó kérdés, és a háziasszony, Paor Lilla. Egyetemi tanulmányait az ELTE bölcsészettudományi karának esztétika művészettörténet szakán végezte. Dolgozott a Békés Csabai Jókai Színházban, a Madácsban és a Kolibri Színházban dramaturgként. Szép irodalmi műveket 1972 óta publikál. Írt verseket, regényeket, meséket, novellákat és dalokat is. Vidéki és budapesti színházak játszották drámáit, zenés komédiáit, rockoperáit, gyermekdarabjait és különböző adaptációit. Dalszövegeket ír, valamint színdarabokat és musicaleket fordít angol, német, spanyol és francia nyelvből. 2004-től a Művészetek Palotája művészeti tanácsadója. A Lillás reggeli mai vendége az Emerton és Hevesi Sándor díjas Fábri Péter író, dalszövegíró. Azt olvastam rólad, illetve egy veled készült interjúba, hogy a dalszövegek írás az egy hihetetlen nagy dolog volt az életedben, mert egy boldogtalan költő fiatal emberből lett egy boldog szövegíró. Mi volt az, ami a váltást hozta nálad? Ez nem volt éles, tehát tulajdonképpen fokról fokra történt, még komoly író és költő is voltam, és hát a legelső dalszövegeimet 77-ben írtam, Novák János kért meg, hogy a Thália Színházba írjak vele dalokat. Mindjárt eszembe jut, a Gargantua és Pantagruel című produkcióba. És akkor írtam először dalokat, addig csak verseket. Ez az a Novák János, aki a Cseh Tamásnak írta a dalokat, illetve a Kloriblinek az igazgatója. Ezzel tulajdonképpen elindult egy nagyon hosszú szerzői folyamat és egy közös munka is, hiszen a mai napig is együtt vagytok nagyon sokszor és dolgoztok. Igen, on and off. De hogy még az előző kérdésre válaszoljak, és akkor volt egy kis szünet, és utána 81-ben fölhívott Árvai Jolán, talán emlékszel a nevére. Emlékszem rá, igen. Aki rádiós előbb volt. Az én szerelmem volt, aztán a Gallai Péteri, aztán a Gallait is kirúgta, de utána összehozott minket. Azt mondta, hogy van itt ez a fiú a piramisból, és hogy nem írnál le vele dalokat, kapnál tőlem egy kazettát, és akkor, hogy van-e kedved. Úgyhogy így kezdtem aztán popdalokat írni a Péterrel, ez volt 81-ben. És úgy egyszerűen csak rájöttem az ízére, és mikor az utolsó verskötetemet írtam, ami 87-ben jelent meg, de 80-as évek első felében írtam a verseket, akkor tudtam, hogy ez az utolsó. Tehát, hogy kész, ebből elég lesz. Most még ezt megcsinálom, és aztán annyi. Soha többet nem szedted a verselést, hogy na most nekiállok és kötet formájában. Erről fordult, de amikor egy kis matematikát tanultam, akkor elkezdtem matematikai verseket írni. De azokat nehéz elmondani, mert azok ilyen képletek és szövegek. Szóval mindenfélével próbálkoztam, de nem érdekelt.
azt mondhatnám, hogy az önkifejezés nem érdekelt többé, hanem a mesterséget szerettem. Egészen sok lábon álló művészember vagy, nyugodtan mondhatom így, kettő, igen, mert nagyon, nagyon sok felé tudsz dolgozni és boldogulni az életben. A művészeknek általában az a legnagyobb problémája, hogy egy valamihez értenek, és azért nagyon kiszolgáltatottak. Ezzel szemben neked ott van a háttérben egy nagyon jó gyerekkori múlt, ami adott egy alapot. Ott van sok nyelvnek az ismerete, és annak az olyan, a tudásszintű használat, amivel megint csak tudsz boldogulni. Tehát ezek mellett nyugodtan lehet önkifejezni, és költészetet is elővarázsolni, hiszen az csak egy kicsi szegmense az életednek. Hát most rengeteg dolog jutott eszembe, hogy megpróbálok... Bármelyikre lehet. Nem tudom én is, hogy merre indítsuk el, és akkor ezért dobták fel a labdákat. Én nem tekintem magam művésznek. De miért? Nem mesterembernek tekintem magam. Egyszer Brody mondta igen szellemesen magáról és általában a dalszövegírásról, hogy mi könnyűipari beszállítók vagyunk. Könnyűipari beszállítók. Igen, ember szereti úgy csinálni, de abban nem az az élmény, hogy én most baromira megírom, hogy mennyire bánatos vagyok, vagy mennyire örülök valaminek. Erre mindjárt mondok egy remek példát is. Hanem úgy hogy csinálom meg. Tehát a megcsinálás minősége. Ahogyan egy asztalos örül annak, hogy szépen csiszolja a fát, szépen lakkozza, hogy az eresztékek jól illenek, szóval ilyesmi. Ez az egyik, amit válaszolni akartam. Tehát egyáltalán nem tekintem művésznek, abban az értelemben, hogy azt hiszem, még a regényíró, tehát aki nagy prózát ír, az is valahol önkifejez. Mondjuk ezt egy Nádas Péter regény után rá nem is kell magyarázni. Nekem meg ez egyre kevésbé smakkolt, egyre kevésbé érdekelt. Szerettem a nagy formákat, tehát a legjobban a színházat szeretem, és ott aztán a legkevésbé kell, hogy az ember önkifejezzen, tehát darabot írni, szórakoztató darabot többnyire. Azt nagyon élvezek, de pont az a jó benne, hogy ott különböző hangok szólalnak meg. A másik a több lábon állás, hogy ezt anyámtól tanultam. Ugye anyám előadó művésznő volt, az egyetemi színpad művészeti vezetője, közben nagyon köszönjük. Köszönjük szépen. Közben... Látom, te is nyeltél egyet. Igen. Közben televíziós irodalmi műsorokat csinált, és ő mindig el is mondta, hogy több lábon kell állni. Ugye, hogy bármikor jöhet a krach, a katasztrófa, pedig nem is ő volt a polgár a családban, tehát ő egy proli lány volt. Egészen pontosan újságkihordók voltak az ő szülei, tehát az én nagyszüleim. A dédnagymama pedig, akit nagyon jól ismertem és nagyon szerettem, 98 éves koráig élt, én 25 voltam, amikor ő meghalt, ő pedig egy kunsági parasztlány volt, és szerintem is újságkihordó lett. Tehát anyám, de anyámban megvolt ez a polgári gondolkodás, hogy több lábon kell állni. Tehát ez olyan, mint egy részvényportfólióban, hogy sokféle részvénynek kell lennie abban a portfólióban, az a jó. És a több lábon állás az ilyen von Haus-Aus, hogy az nem jó, ha az ember egyfélével foglalkozik. Aztán, hát akiket szerettem. Tehát ugye én például sokakkal ellentétben nagyon szeretem Goethét. Annyi lábon nem tudok állni, mint Goethe, aki ugye nem csak költő, író, drámaíró volt, hanem úgy mellesleg természettudós. Tehát ugye a színelméletről beszélek, vagy anatómiáról, döbbenetesen mindenhez értett. Hát botanikán. Nem is tudtam, hogy Goethe ennyire sokoldalú ember volt. Arról van egy kedves történetem, hogy nagyon szerettem Fodor Gézát, aki már sajnos lassan 10 éve meghalt, 2008-ban. És a Gézának mondtam egyszer boldogan, amikor jöttem haza Berlinből, hogy képzeld, Géza, láttam egy gyönyörű Goethe összest a Dussmannban. Ez a Dussmann, ez ugye a Dussmann Kulturhaus Berlin közepén. Géza, nem láttál Goethe összest. De mondom, Géza, ne hülyéskedj, ott voltam a Dussmannban tegnap előtt, és ott tele a polc az egész, nem láttál Goethe összest. De mondom, mi az, hogy nem láttam Goethe? Nincs Goethe összes. Szóval az a helyzet, hogy nincs. Németül sincs Goethe összes, döbbenetes pasi volt. Tehát annyi lábon nem állok, de nekem ez mindig nagyon imponált, hogyha valaki sok mindenhez értett. Hát igazából én nem értek sok mindenhez, tehát azért az eléggé behatárolt,
hogy amivel foglalkozom. És még mindig a dalszövegíráson lovagolva kicsit, hogy abban ugye az a jó, hogy hát azért az maga is több, az lehet popdal, színházi dal, musical fordítás, stb. Tehát hogy ez egy viszonylag széles terület. Brody megfogalmazása után az jutott az eszembe, hogy a legkiválóbb festőművészek is alkalmazott grafikusként is dolgoznak, és ez valami hasonló, hiszen ami a plakátra kerül, ami a lemezúrítóra került, az egy grafikai megrendelt termék, ugyanúgy, mint esetleg egy dalszöveg, egy színházi előadásnak, a dalainak, a szövegének a megkomponálása. Hát annyira, hogy szerintem az általam ismert mai magyar képzőművészek közül talán egy van, akiről biztosan merem mondani, hogy világnagyság, az Orosz István. Hát ő aztán teljesen alkalmazott grafikusként kezdte, ugye plakátokat csinált, meg rajzfilmet. És valami elképesztő ötletgazdagsággal, részletek finomságával dolgozik, és igen, tehát hogy az is egy alkalmazott művészet. Művészeti ág, és igen. Milyen fontos az életünkben. Visszatérünk a gyerekkorodra, mert említetted édesanyádat és a dédnagymamádat, akik az úgy gondolom, hogy nagyon meghatározóak voltak az életedben. Na most a nagyi, vagy a dédnagymama, az nagyon mély benyomással lehetett rád, mert körülbelül 10-15 perce ismerjük úgy jobban egymást, vagy kezdünk el ismerkedni, és már kétszer vagy háromszor említettem. Hát először is gyönyörű volt. Ugye, mikor én születtem, 73 éves volt, úgyhogy amire én emlékszem, azok már a 70-es évei, meg a fölött. Hú, nagyon nagy szerencsém volt vele. Tehát ő maga volt a stabilitás, az érzelmi biztonság, szellemes volt, mosolygós volt. Két elemit végzett, és ehhez képest rettenetesen olvasott volt. Például anyámnak ő segített verseket tanulni. Mindig neki mondta el anyám, amit éppen tanult. Aztán a halála után találtam egy füzetet, amiben valamikor fiatalasszony korában régi magyar verseket másolt. Elképesztően érdekes, úgy belegondoltam, hogy három gyermekes fiatalasszony, a kisfia a Szamar meghalt, de a két lánya az megérte a felnőttkor, de abból is csak az egyik élte túl őt. És hogy mikor volt erre ideje? Verseket másolt. Milyen érdekes. Eszébe nem jutna most. A férje, aki kubikos volt, az én dédapám, az a falusi olvasókörnek volt a vezetője. De aztán a férjét ott hagyta, mert az sokat kártyázott, és elkártyázta a pénzt. Plusz volt egy nagy szerelme a helyi plébános. Halmozottan hátrányos igen, sors, hát már úgy a verseket égett-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 ég
mert nagyon nagy titkoknak az őrző is. Úgyhogy nem, hát ő egy tényleg tündéri nő volt. És anyukád? Hát apámmal is nagy szerencsém volt. Anyám egy nehezebb eset volt. Anyám egy nagyon bátor, eredeti, érzékeny ember volt, akinek nem lett volna szabad családanyának lennie. Néha ez is szórakoztató volt, tehát 40 éves korra körül elkezdett főzni, és akkor fél éven át minden nap tejbegrízt főzött nekünk, nekem és apámnak. Majd olyan furcsa volt az a tejbegríz, mert ugye én megszoktam, én viszonylag egyszerű, de nagyon finom kajákat kaptam a dédnagymamától otthon, amíg együtt éltünk. Aztán elköltöztünk külön, és akkor anyám elkezdett főzni. És akkor fél év múlva egyszer csak nevetve bejött, és azt mondja, gyerekek, fél év óta tejbeprézlit vacsoráztok. Ezért volt olyan furcsa. Na, tehát vele nem volt annyira egyszerű az élet, de hát cserébe ugye érdekesnek érdekes volt. Tehát én ott lábatlankodtam a Nagy László, Vörös Sándor, Latinovics. Hát a Latinovicsal, amennyire ezt lehet mondani, még barátságba is kerültem, mikor már felnőttem. De ez azért, ugye, mert hogy mondtad, édesanyád, az irodalmi színpadnak volt a vezetője. Az egyetemi színpadnak volt a vezetője. Igen. Hogy került ő oda? És hogy lett vezetője? Ki. Hát ez úgy volt, hogy a bölcsészkar épületében volt egy kápolna, amit nem használtak a Pesti Barnabás utcában, amit ma újra piarista köznek hívnak. És 57-ben, ő tanársegéd volt az egyetemen, bement a
hát, hogy a dékánhoz vagy a rektorhoz, ezt nem tudom, hogy itt van ez a kápolna, és milyen jó kis színpadot lehetne itt csinálni. És ebből lett ez az egyetemi színpad, ez egy 500 férőhelyes színpad volt. Eleinte csak irodalmi estek voltak, Aser Oszkár, Jancsó Adrián, úgy ezek. Aztán később bejött, annak már nem ő volt a művészeti vezetője, bejött az Universitas színház, Ruszt József vezette az Universitast, amiből kijött néhány színigazgató. Hát ott mondhatnám, amatőr színészek voltak, Fodor Tamás, Jordán Tamás, Solyom Kati, Halász Péter, tehát egy elképesztő társaság, de az párhuzamosan futott. Aztán elkezdtek filmvetítéseket is tartani, meg koncerteket, de hát nagyon sok irodalmi est volt, és tehát hozzánk járt fel a Mensáros, és ott készült kicsit nálunk a híres nagy esti, a 20. század, vagy a Latinovicsnak a nagyon álló esti, a Mezei Máriával és Cserhalmi Annával. Úgyhogy hát ebben éltünk. Tehát ő találta ki az egyetemi színpadot, és aztán csinálta 17 évig, amíg lényegében ki nem rúgták. Az egyetemi színpad egy nagyon meghatározó közeg volt, és nagyon híres volt, és mondtam, nagyon híres emberek fordultak meg ott, és egy nagyon élénk irodalmi, művészeti élet zajlott hát az egyetemi színpad. Nem, lehet, hogy azért már nem volt verseny, de ettől függetlenül én szerintem megvolt annak a maga helye és minden az időben. Szerettél volna te egy igazi anyát magadnak ebben az időben? Nincs, hát én ebben nőttem föl. Tehát én nem, előbb, nem volt más én példa, előbb hallottam Balassit, mint a Vörös gyerek verseit, szóval én jól el voltam így, mert apámmal viszont nagyon nagy szerencsém volt. Apám szintén egy nagyon érdekes ember volt, ő hegedű művésznek indult, majd közgazdász lett, és ő volt a családban a zsidó, de úgy nézett ki, mint egy germán isten. Tehát magas volt, szőke, kékszemű, és imádták a nők, amit mindig irigyen néztem. A nagyapámat is imádták, őt nem ismertem, ott csak a legendákat hallottam. És mindehhez az apám egy hihetetlen melegszívű ember volt. Ő vitt engem iskolába, ő jött értem, ő mesélt. Hát anyám otthon se volt, szóval ez... De a dédnagymama és az apám az elég érzelmi támaszt jelentettek. Egyébként azt olvastam, hogy a nagymama a háború alatt, illetve a zsidó üldözés idején bújtatott zsidókat, többek között igen, de az nem egyszerűen csinálta, igen. Tehát nem, ő nem vacakolt. Hogy apámat? Nem, apámat nem kellett bújtani. Nem, hanem... Aser Oszkárt például. Aser Oszkárt, igen. Azt nem, apámat nem kellett bújtani. Ő megszökött a munkaszolgálatból, szerzett egy nyilas egyenruhát, és a kiskába mentette a többi zsidókat. Kiska volt ez a kisegítő katonai alakulat. Hát akkor érdekesen alakult a szüleidnek, nagyszüleidnek szóval az élete. Szóval nem kívánok igen. Másik gyerekkort magamnak. Én nagyon jól el voltam ezzel a gyerekkorral azért. Csak nem, tulajdonképpen nem nagyon hasonlított egy gyerekkorra talán. De hát talán pontosan azért lettél ennyire sokoldalú, és ennyire, ahogy beszéltük az elején, több sok lábon álló ember. Hát nem tudom, a költészetből menekültem is, tehát azért anyám nagyon nyomott. Erős egyéniség volt? Hát ez volt a példakép, ezeket imádta, tehát virtuálisan szerelmes volt Balassiba, konkrétan meg a Kranicai Tiborba, de és úgy ezeket, tehát ezek volt, igen, József Attila és Radnóti, tehát ezek állandóan ezek röpködtek, és én ebben nőttem föl, és aztán szerencsére egyszer csak észrevettem, hogy ezen kívül is vannak területek. Tehát jó, rendesen megtanultam például a versformákat, és az a dalszövegírásban elég jól jött, bár az nagyon másik szakma, de hát azért a valami közel a kettőnek mégiscsak van egymáshoz. Az, hogy a bölcsészkarra mentél és művészettörténettel kezdtél foglalkozni, szerintem eléggé egyirányú út és teljesen természetes. De miért pont a művészettörténetet választottad? Hát azért hát tudtam, hogy nem akarok művészettörténész lenni. Ja. Ugyanis azt talált, én összesen 5 vagy 6 szakra jártam a bölcsészkaron. A nagyon egyszerű döntéseim voltak. Azt úgy tudtam, hogy az egyetemet el kell végezni, ha az ember valamit úgy tudni akar a bölcsészetről. És nem indult művészettörténet. Ja igen, és arra gondoltam, hogy a művészettörténet olyasmi, amit úgy illik megtanulni, de magamtól nem fogok leülni művészettörténeti szakkönyveket bújni, tehát valahogy kötelezni kell rá magamat. De művészettörténet szak nem indult A szakként,
Úgyhogy először elkezdtem történelem könyvtárszakon az egyetemet, a könyvtárat eleve egy ilyen dobbantónak szántam, akkor azt leadtam első évben, és akkor jött a második évben a művészettörténet. Történelemből leszigorlatoztam, de ott elfogytak a jó tanárok, mert az első két évben Komoróczi Géza, Hán István, még középkoron is Bolla, Ilona, nagyon jó tanárok tanítottak. És hogy elfogytak? Hát úgy, hogy az újkori történelem tanszékek, azok ideológikusabb tanszékek voltak, és ugye a 70-es évekről beszélünk, és a minőségibb történészeket, ahogyan a minőségibb irodalom történészeket sem, nem nagyon engedték be a bölcsészkarra tanítani, megrontani az ifjúságot. És így aztán, amikor egyáltalán gondolkodtam azon, hogy történelemből írjak diplomát, akkor én eleve elmentem a Hanák Péterhez, aki a Történettudományi Intézetben dolgozott, és nem az egyetemen volt. De végül aztán nem írtam meg ezt a diplomát. Helyett lett művészettörténeti diploma. Diplomás lettem, de nem történelmi. Azért mondom, hogy művészettörténeti diploma. Nem, esztétikából lettem. Nem, esztétikából. Mert aztán indult esztétika szak, és akkor végül művészettörténeti esztétika párosításon fejeztem be az egyetemet. Ebben az volt a szórakoztató, hogy nem volt senki más az évfolyamban, aki erre a párosításra járt volna. Így én egy egyszemélyes csoport voltam. Miből írtad a diplomamunkádat? Emlékszel még rá? Igen, valami olyan, hogy a hétköznapok esztétikája, vagy mindennapiság és esztétikum, valami ilyen. Ami egyébként nagyon közel áll a dalszövegíráshoz, tehát tulajdonképpen a két irányú dolog volt. Egyrészt, hogy mik azok az esztétikai funkciók, amiket a hétköznapokban nem is fogunk föl esztétikumnak, de az, akár ugye egy ilyen szépen megterített asztal. És a másik irányból, hogy a művészetben ezek hogyan jelennek meg. És ugye például a dalszövegírás az egyenesen ilyen. Két olyan érdekes, hogy már rengeteg dolog történt veled, pedig csak az egyetemi éveknél tartunk, de minden gyakorlatilag elősegítette az egész életednek a pályáját. Tehát az olyan, mint amikor elkezdi a művész alapozni az élet, vagy a házat elkezdik alapozni, és kiássák a gödröt, hát és igen, akkor bemegy először. A családomból két irányból jött két teljesen ellentétes hatás. Ugye az anyám képviselte mondjuk így a magas művészetet, apám mit operába. Igen, de ott volt apám húga Buzáni Fábri Éva, aki pedig Feleki Kamilt és Honti Annát képviselte. Tehát tulajdonképpen, bár ő is a Kadosához járt zongorázni. Tehát, de hát ő is egy fogalom volt. Igen, és nekem teljesen természetes volt, hogy a könnyű műfaj és, ezek a, és az a magas művészet, hogy ez tulajdonképpen ugyanúgy működik. Tehát semmilyen határt nem éreztem. Egyébként az nekem nagyon kellemetlen meglepetés volt később, amikor kiderült, hogy azokban a közegekben, ahova úgy tartozni véltem, ez egyáltalán nincs így. Én például tagja voltam egy ideig, annak, amit ma József Attila körnek hívnak, akkor még fiatal írók köre volt a neve, és 83 elején azért léptem ki, mert az egyik taggyűlésen fölálltam, és javasoltam, hogy hívjuk meg tiszteletbeli tagnak Bródi Jánost, mint nemzedékünk egyetlen népszerű költőjét, és ezek kiröhögtek. És elmondtam, hogy ezt nem is értem. Szóval na mindegy. Szóval ez ilyen volt. Még az a szerencsé, hogy a mai napra már talán ezek talán a pontosan a díjakkal, az elismerésekkel egy picit helyére. Hát, sokat nem. Sokat nem. Tehát talán pont Bródi esetében igen. Nem, és szerintem ez nagyon összefügg azzal, hogy a politikával? Nem, azzal, hogy nálunk az úgynevezett magas művészet még ma is erősen támogatva van, de hát még mennyivel inkább támogatva volt régebben. Ez azt jelenti, hogy államfüggő, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy torz verseny zajlik, egy bizonyos meghatározott erőforrásokért zajlik a magas művészeti küzdelem, vagy főleg zajlott, és ugye Bródi és a többiek meg a piacról éltek. Tehát ez nem véletlen, hogy az első magyar nagytőkések közül többen a könnyűzenéből jöttek. Ott ugyanis az nem volt agyonszabályozva, ergo meg kellett tanulni valamit, amit ezek az államfüggő művészek, akik között voltak nagyon nagy művészek is közben, egyáltalán nem tudtak. Úgyhogy én szerintem ez, amit az egyik oldalon a sznobériának ismerünk, ez a másik oldalon egy erősen gazdasági kérdés. Az egy másik dolog, hogy ez a világban arrébb is van, de azért főleg Európában működik ez, és Európában létezik ez a fajta kultúra támogatás. Az USA-ban ez egészen másiképp néz ki. Hány felé jártál a világban, ahonnan tényleg
tökéletes, vagy jól értelmezhető példákat látsz és tudsz hozni? Ez két külön kérdés, mert nagyon sok felé jártam a világban, tehát Szeultól Buenos Airesig és New Yorktól Dél-Afrikáig, tehát ezek keresztül kasúbb bejártam a világot. Ezek az utak, ezek szórakozásbeli utazások, vagy pedig munka? Volt. Egyrészt munka volt, amikor a... De még Szóulba? A legtávolabbi utak azok jogvédős utak voltak, tehát egy elég sokáig tagja voltam az Artisus vezetőségének, és ebben a minőségemben képviseltem az Artisust, az úgynevezett drámai, irodalmi és audiovizuális tanácsban, pontosan a szerzői jogvédő szervezetek világszervezete az a SZISZAK, és annak volt egy ilyen drámai, irodalmi, audiovizuális tanácsa, és ennek voltam én egy ideig az elnöke, és akkor emiatt utazgattam mindenfelé. Meg aztán voltam a Nemzetközszínházi Intézet Magyar Központ elnöke, és akkor is utaztam. De pontosan ezeknek a szervezeteknek a munkáján keresztül lehetett belátni abba, hogy is működik ez külföldön. Már hogy például a jogvédelem? Hát akár a jogvédelem, akár a művészeteknek az elismertsége, a dotálása. Ja igen, tehát azt inkább az IT-ben láttam. IT az ugye az International Theatre Institute, azt inkább ott láttam, mert annak is voltam, már az itthoni IT-nek egy darabig az elnöke. Nagyon hogy érdekes. Találtak meg ezeket a magyar színházak el vannak kényeztetve, még most is, tehát nem tudják. A magyar közönség sem tudja, hogy az nagyon ritka. Németországban létezik valami hasonló persze, és ott persze ugyanez nagyon nagyságrendben, de mondjuk elmegy az ember Portugáliába, hát Lisszabonban nem találtam egy előadást, amit megnézek. Mert az a néhány alternatív színház, akikről tudtam, hogy meg kéne nézni, az mondjuk egy évben tart 30 előadást, és én pont nem akkor voltam ott. Az egyetlen nagy színház, ami a városban éppen működött, az egy valami musicalt játszott, portugál nyelven mentek a dialógok, és angolul a dalok, és ezen kívül ott volt az operaház, ami egy évben kétszer egy hónapra nyit ki, amikor arra jár egy turnézó társulat. És az egész portugál kultúrának a nagy részét, nem is az állam finanszírozza, hanem egy alapítvány. Most nem ugrik be a neve annak a rettenetesen gazdag gazembernek, aki a sok pénzét a portugál kultúrára hagyta, és aki egyébként egy örmény pari volt, az örmény-török háború idején a törökökkel üzletelt, és akkor gazdagodott meg. Aztán a Petain Marshall híve volt Franciaországban, emiatt el kellett menekülni, és végül Portugáliában kötött ki. Ha ő nem hagyott volna egy rakás pénzt a portugál államra, akkor ma nincs portugál magas kultúra, tehát az a múzeum, a legnagyobb múzeum, stb. Ezzel azt akarom mondani, hogy az nem természetes, amiben a magyar kultúra él. Az sem akkor nem természetes, amikor az MMA kapja ezt a 4 milliárdot, sem akkor nem volt természetes, amikor egy kicsit úgy mondjam, igazságosabban osztódott el ez a pénz. Ez egy kivételesen jó közép-európai helyzet, elsősorban német mintájú helyzet. Hollandiában se így működik. Szóval nem, ez, és nem biztos, hogy jó helyzet. Tehát ez a másik, Lengyelországban sem. Mert a piacot, bocsánat? Lengyelországban sem. Hát ma már nem. A másik, hogy ott nagyon sok az önkormányzat, tehát és valódi, még mindig működik egy valódi önkormányzatiság, és annak Németországban is nagyon nagy jelentősége van, ugye három szintű kultúra finanszírozás működik Németországban. A központi az nem nagyon nagy, a tartományi, tehát ugye vannak a Bundeslandok, és az önkormányzati. És abban már nagyon nagy verseny van, hogy melyik önkormányzatnak fontosabb, melyiknek kevésbé. Egészen hírhetten rossz példa mondjuk a kölni, ott éppen be van zárva az operaház, és nagyon jó példa mondjuk a stuttgarti. De nem ez a természetes állapot. Abba, hogy te ennyire bele tudtál látni ezekben a különböző stílusú országbeli finanszírozási és egyéb dolgokban, nagyon nagy szerepe volt annak, hogy jól beszélsz nyelveket. Mennyire, hát ugye az angol az a legmagasabb szintű, de mégis azt mutatod, hogy legjobb a spanyol kiejtésed, legjobban németül értesz. Ez nagyon furcsa csásukos, igen, tehát hogy különböző nyelveken különböző rétegek mennek jobban, igen.
Német az kétségbejtő, az egy életem nagy kudarc élménye. Anyám 10 éves koromban kezdett németül tanítani. Megvette a Képes Német Nyelvkönyv Gyermekeknek című könyvet, ugye 63-ról beszélek, és azt mondta, hogy ha ezt befejeztük, akkor elvisz a Zserbóba, és annyi tortát tehetek, amennyit akarok. És befejeztük, és elmentünk a Zserbóba, és a harmadik tortánál kifulladtam. És ezért kellett annyit tanulni? Nem tudom, a német megtanulhatatlan. Az többenetes, tehát tényleg naponta olvasok németül, és mindig azt érzem, hogy még ezt se tudom, és egy kétségbejtő. Tehát állandó, melyik volt a legkönnyebb nyelv számodra? Spanyol. De az hanyadik nyelvként jelentkezett? Hát először tanultam németül, mint angolul, de aztán az angol nagyon nagy szerencsém volt a gimnáziumi tanárnőmmel, aki egy angol anyanyelvű lady volt, tüneményes nő volt, Mrs. Zandt, és akkor angolul elég jól megtanultam már a gimnáziumban. A spanyol az részben egy barátságból lett, hogy volt egy barátom, aki nagyon jól tudott spanyolul, és ez persze hatott rám. Részben egy szerelemből, volt egy szerelmem, aki Brazíliában nőtt föl, és ott spanyol iskolába járt. Tehát ott nem portugálul tanult, hanem spanyolul. És hát egyszerűen nem lehetett, hogy akkor én ne tudjak spanyolul. Úgyhogy akkor elköltöztem egy spanyol nyelvkönyvvel Visegrádra egy hétre, és akkor elejétől végig vettem ez a királyféle tanuljunk nyelveket. És akkor mire Visegrádról hazajöttem, addigra már elég jól tudtam spanyolul. Az hihetetlen nyelv kultúrával kell, hogy bírjál ahhoz, hogy ezeket így magadba tudjad szívni. Ez az anyámnak volt köszönhető. Tehát ő nagyon, még arra is emlékszem, gyerekkoromban jártak francia tanfolyamra a szüleim. Ez nem volt annyira természetes a 60-as években. Hát nem, most csak azért nézem, mert mi egyidősek vagyunk, és én tudom, hogy nekem milyen nehézséget okozott gyerekkoromtól kezdve, mert minket is próbáltak járatni németre, Heinemann bácsihoz. Abszolút nem ment, aztán utána jött az angol, a mai napig nem megy. Az olaszt, amikor szükségem volt rá, akkor nagyon jól tudtam, utána hirtelen elfelejtem, tehát egyszerűen nem tudom. Én elég sokat köszönhetek annak, hogy mindig szerettem, ha olyan emberek a barátaim, akiktől zavarba jövök. Tehát volt egy asztaltársaságunk, ebből a Cseresnyesi László nevű barátom a Japánban tanít általános nyelvészetet, mikor megismerkedtünk, ő lehetett 20 éves, akkor már tudott finnül, oroszul, németül, ugrögül, hát angolul persze. Atya Isten! Ő vett rá, hogy fordítsunk egy noválist például. Most ez olyan drive volt, tehát olyan motiváció volt. Vagy a Békés Pali, aki ugyan csak angolul és olaszul tudott, viszont elképesztő gyönyörűen tudott angolul, hát plusz ugye egy nagyszerű író volt. Ő fiatalabb volt nálam egy pár évvel, csak nagyon fiatalon meghalt. Akkor egy Rozgonyi Ádám nevű barátom, akiből tévérendező lett, a Barátok köztet csinálta sokáig, de akkor elsősorban arról volt ismert számomra, hogy például náluk láttam először Jung könyveket az asztalon, persze németül. Ott a nagymama tanított operaénekeseket nyelvekre, és hát az Ádám is 4 nyelven beszélt 20 éves korára, tehát ezek annyira fontos motivációk voltak ilyen, hogy nem akartam elmaradni mögöttük, és akkor úgy kerestem ezeket a kihívásokat. Melyik volt a legnehezebb feladat az életedben? Mert ugye beszélünk... Munka? Igen. Hát azt abba hagytam, ami nehéz volt. Én nem szerettem a nehézségeket. Tehát akkor ezek szerint, hogyha kaptál egy fölkérést egy színdarabhoz, egy műfordításra, egy musicalnek, mondjuk egy musical műfordítására... Én csak arra emlékszem, ami élmény volt, mert azt jó volt csinálni. Tényleg volt, hogy valamit nem csináltam meg jól, azt abba hagytam. De még akkor is élmény volt csinálni egy darabig. Tehát sajnos például félbe maradt egy musicalem a Dés Lászlóval, azt azért máig sajnálom. Miért? Hát azért, mert elég gyáva volt az a színigazgató, akinek ez úgy volt, hogy megkérdezett engem a Radnóti Zsuzsa 1990-ben vagy 1991-ben egy házi bulin, hogy nem akarsz nekünk egy musicalt kérni, Péter, mondtam, dehogy nem boldogan, és kivel írnád? Mondom, hát a Dés Lacival. Akivel végül egyébként sajnos összesen 4 filmdalt írtam az életben. Jaj, de jó, jaj, de jó. És bementünk a Martonhoz. És a Désnek addigra volt egy ötlete, ez a Feuchtwangernek a Judzius című regénye volt, hogy ezt írjuk meg. És elkezdtünk dolgozni a Radnóti Zsuzsával nagyon komolyan, és a Dés Laci az nem csak zeneszerző, hanem egy komoly dramaturg, tehát
Úgy nagyjából a darab kétharmadáig eljutottunk. Még egy hangzene meg nem volt, de és már rengeteget dolgozott. Hogy hol legyen dal, hogy az milyen legyen, hogy milyen felépítés. És azt mondtuk, hogy most hát mégiscsak mondjam valamit a Marton, hogy lesz-e ebből valami. Na most ez a 90-es évek eleje volt, akkor már a Csurka nagyon pattogott, és hát az a véleményem, hogy a Marton akkor megrémült, hogy ezt azért mégse. És hogy ezt akkor nem csináljam. Miért nem fejezitek be? Na most arra emlékszem, hogy azért ezt nehéz volt írni, de nagyon jó volt. Aztán volt olyan darab, még Címer József kért föl Pécsre egyszer egy darabra, amit sajnos nem tudtam megírni. Nestroynak az Einen Jux will sich machen című darabja, amit ezen a címen senki nem ismer, de ebből lett később azt hiszem a Hello Dolly. És az még egy áttétellel, mert közben a Thornton Wilder megírta Thornton Wilder írt ebből egy darabot, és abból lett végül a Hello Dolly. És a Címer József azt akarta, hogy én meg ebből írjak megint egy darabot a Nestroyból. És akkor ezen dolgoztam elég sokáig, és nem tudtam megcsinálni, de ott egyszerűen én nem voltam elég jó. Tehát még akkor keveset tudtam a színházról, bár már túl voltam egy nagy sikerű három testőrön. Az nagyon jó volt csinálni, azt Szolnokra írtam. Ha már említetted a megcsinált darabokat, a három a testőrt, akkor nézzük meg, hogy mi a többi megcsinált darab, amiben a legtöbb örömöd volt. Akár az alkotógárda miatt, akár a színészek miatt. Mindent összevéve a Kolumbusz volt, mert azt úgy sikerült megírni, olyan lett a zenéje, én magam voltam a producere, nagy színpadon tudtuk bemutatni ugye az operetben. Egyébként az, hogy producerként is ott álltál a produkció mögött, azt gondolom, hogy egyrészt nagyon nehéz volt, de másrészt nagyon segítette a munkádat, mert láttad, hogy mi lesz a vége. Hát az a helyzet, hogy egyrészt van olyan, amikor magad uram, ha szolgád nincs. Másrészt én mindig őszinte ellenszemben néztem humán értelmiség körökben azt, hogy jaj, én nem értek a pénzhez. Én szeretek jól élni, szeretem, ha megvalósulnak a dolgaim. Azt is tudom, hogy ehhez néha ilyen száraz dolgokat kell csinálni. Nem állítom, hogy szeretem azt a bürokráciát, amire a magyar kis vállalkozókat kényszeríti az állam, mert az rettenetes, az borzalmas. De az nem a dolog lényege. Tehát mondjuk Észtországban ugye elintézni megy egy csippel az egészet, szóval az nem a művészek ellen szól, az minden vállalkozó ellen szól. Egyáltalán, hát a Kolumbusznak az volt az alcíme, hogy Kolumbusz az őrült spanyol, avagy egy vállalkozó odüsszeája. És az valóban arról szólt, hogy ez a Kolumbusz egy vállalkozó volt, aki meg akarta csinálni, és megcsinálta. És hát ez az új idők szele volt, ugye 92-ben mutattuk be, és a Bokros Lajos még a Budapest Bank elnöke volt, ő volt a főszponzora, vagyis hát ők, a bank. De nem csak ők, tehát már eleve úgy indult az egész, hogy csináltunk egy demókoncertet, tehát megírtam Gallai Péterrel a darabot, és akkor a Kriszta, Borbé László, aki az intrikust játszotta, hát ráírtam a szerepet, és akkor még nem volt Kolumbusz, és ugye a Bubik akkor Angliában volt, és azt a Novák Tata találta ki, aki később rendezte, hogy a Bubik jöjjön haza, és a Gallai elénekelték, és én meg, mint a Vitrai Tamás leközvetítettem, hogy mi történik. Tehát egész a két órás darabból csináltunk egy 30 perces kivonatot, és ezt bemutattuk lehetséges szponzoroknak két vagy három alkalommal, talán kettő, és ott szedtük össze a pénzt. Na most ez is egy új dolog volt akkor még, hogy csináltunk ilyen demókoncertet 91-ben. És hát azért ez élmény is volt, rengeteget tanultam. Tehát, és rengeteget dolgoztunk, tehát ugye akkor még például nem volt e-mail. A meghívókat, azt tudtam, hogy mindenkinek névre szóló meghívót kell küldeni. Ez azt jelentette, hogy számítógépem talán már volt, nem még azt is, valami kis cég segített, és hozzájuk mentem be megírni a leveleket. És akkor ugye tudtam, hogy akkor megírok ezt a levélformulát, de akkor mindegyikben kicserélem egyenként a nevet, azt kinyomtatjuk egyenként, azt egyenként aláírjuk, borítékoljuk, stb. Úgyhogy ez úgy ment, hogy otthon az ebédlőasztalon ott volt ez a töménytelen levél. Egyébként Krisztával egy hihetetlen jó páros vagytok, és rengeteg alkotópárosként is, igen, nagyon jók vagytok együtt.
De az üzleti vállalkozásban is a Krista rengeteget segít? Hát sőt, most már inkább ő csinálja. Tehát kisebb produkciókat csináltunk, aztán később ilyen nagyot sajnos többé nem. De most már régen ő a motorja ennek, és ő csinálja ezeket. Úgyhogy én egy kicsit hátrébb húzódtam. Alkotás miatt? Nem, kényelmes vagyok. Hát, hál' Istennek, ugye mindjárt lekopogom. Nem, hát gondolom, elég, hogy igen, hogy szeretsz jól élni. Hát azért a anyagi biztonságunkat azt talán tudom biztosítani, és akkor tehát úgy, hogy keresztfinanszírozzuk magunkat. Tehát ugye a Krista csinálja mondjuk a Mamma Mia-t, és akkor a másik oldalon meg a Baltazár Színházat. És nyilván a Baltazár Színházból nem tudnánk megélni, viszont így van rá egy háttér, hogy ott dolgozhasson, és nagyon szereti. Vagy én is így voltam ezzel, hogy nem tudom, az Ankonai Szerelmeseket 30 színház játszotta el, hát hál' Istennek abból jön a jogdíj, viszont mondjuk leülhettem cserébe az íróasztalnak fordítani Shakespeare-t. Hány, most mondtad, hogy az Ankonai Szerelmeseket ugye 30 színház mutatta be, én magam a József Attila Színházban láttam a bemutatóját. Hány darabod jelen pillanatban? Hát saját darabom most azt hiszem egy se, fordításaim mennek. A Muzsika Hangja, az megy Pécset és a Pesti Színházban. Az Ankonai az valahol mindig, azt nem tudom számon tartani igazán, hál' Istennek. Van ugye Vajda Katinak, az írónak komoly érdemei vannak, az egy nagyon jó kis darab, és a Valló Péternek, aki az ősbemutatót rendezte 20 évvel ezelőtt. Akkor megy egy, éppen most mutatja be újra a Centrál Színház, az I Love You című amerikai musicalt, amit fordítottam. Hát úgy szoktak menni. Ez egy nagyon jó érzés, amikor mész, jársz, kelsz, és látod a plakátot, tudod, hogy be fogják mutatni. Mennyire viseled jól? Már semmilyen érzelmi része nincsen. Ez anyagi kérdés. Ez egy jó üzlet, hál' Istennek. Tehát ilyenkor ennyire racionálisan nézed a világot egyébként? Nem, én baromira szeretem ezeket csinálni. Nagyon, amikor csinálom, akkor nem jut eszembe a pénz. De szeretem a jól sikerült munkámat jól eladni. És ezért, hát úgyis ez egy visszaigazolás, persze. Uh-huh. Tehát jaj, de jó, hogy az Ankonai ennyire kell. Hát ez jól sikerült. Hála Istennek. Igen. Mondhatja, hogy mostanában a költészet kicsit átalakult, és nem az a fajta költő vagy, amit... Én egyáltalán most, tehát 30 éve nem költettem, de 20 éve nem is írok verset legalább. A könyveknek az írása, az hogyan változott az életednek a folyamán? Nem sok regényt írtam. Összesen kettőt írtam 20 év különbséggel, abból az első az jól van megírva, de nincs benne anyag, a második az meg abban van anyag, de rosszul van megírva, úgyhogy szerintem regényt nem kell többet írnom. Nem szoktad saját magadat ilyenkor? Azt mondtad, hogy jól van megírva, de nincs benne anyag. Azt kell hagyni, mert az úgy jó, hogy van. A másikban van anyag, és nincs jól meg. Miért nem írod át? Hát látod benne a hibát? Az eleve kétszer írtam meg, tehát az eleve, volt a baj, hogy ez egy kínlódás volt. Nem, például nagyon szép meséket írtam, de azt nem tudom. De a gyerekekhez kötődő kapcsolatod nagyon-nagyon szoros. De ezek nem gyerekmesék voltak, ezek felnőtt mesék voltak. Én nagyon szerettem a gyerekeimet nevelni, tehát én nagy élvezettel foglalkoztam velük. Most már ugye nem annyira gyerekek, a fiam 38, az első házasságomból született, a lányom meg 30. Tehát nagyon élveztem, de nem, a Kolibri Színházban írtam nem esett nehezemre egyáltalán gyerekdarabot írni. Tehát ráadásul mondjuk így felnőtt dolgaim is ilyen kosztümösek. Tehát szeretek mesélni, szeretem a nagyívű történeteket. Sajnos szeretem, ha sok szereplő van a színpadon. Tehát én úgy nőttem föl, hogy a Hamletet játszotta a Madách Színház. Fölment a függöny, és akkor ott volt a sok szereplő. És vagy a Vígszínházban láttam meg a Latinovics Rutkai féle Rómeó és Júliát. Úgyhogy hát így maradtam. Ez például nem jó üzlet, mert sokba kerül. Hát sokba kerül, és ezen a piacon nem a közönség a piac. Tehát itt az a 3 vagy 5 színigazgató a piac, aki nekem át kell jutnom ahhoz, hogy a darabom színre kerüljön. Az egy nagyon nehéz piac.
mennyire vagy nyomulós? És mennyire, mennyire vagy nyomulós? Mm. Vagy mennyire kéne? Most mondtad, hogy át kellene vernem magam azokon a színházigazgatókon. Hát amikor a Kolumbuszt csináltam, akkor nagyon kellett nyomulni, de egyébként meg egyáltalán nem. Hát az a helyzet, hogy én hihetetlenül nem szeretek verekedni. Tehát a Kolumbuszra is szerencsém volt. Tehát az, hogy a Bokros jött kvázi szembe, az egy ritka nagy szerencse volt, és éppen tudott spanyolul, szóval neki külön élmény volt, hogy jaj, de jó, hogy ezt megírod. De nem jellemző. Okos szeretek lenni, tehát azt szeretem, hogyha dolgokat átlátok, folyamatokat átlátok. Tehát azt is mondhatom, hogy azt nem tudom, hogy alkotóként mennyire számítok sikeresnek, de hogy az Artisztikus Nyugdíjpénztár igazgató tanácsi tagjaként elkönyvelhetjük azt a sikert, hogy mi vagyunk a legnagyobb hozamot hozó nyugdíjpénztár, ez nagyon komoly siker. Tehát ez befektetés, ez komoly. Szóval ez valami felnőtt dolog. Nem nehéz nekem, hogy megírjak egy dalszöveget. De azt minden nap tanulom, hogy éppen hogy áll a piac, az nagyon érdekes. Sokkal érdekes. Melyik a saját kedvenc dalszöveged? Hát nem tudom, hogy kedvence, de az előbb akartam említeni még az elején, beszélgetésünk elején, hogy mennyire nem függ össze, tehát hogy mennyire nem önkifejezés egy dalszöveg. Ugye egyértelműen a legnagyobb slágerünk a Híd felé. Hozzá kell tennem, hogy ez a gyakorlatilag az első közös dalunk volt a Krisztával. Ez úgy volt, hogy a Gallai Péterrel írtam a dalokat, meg is éppen elkezdtünk a Szakácsi Sándornak írni egy lemezt, és akkor megismerkedtem a Krisztával, és mondom, hát mi lenne, ha írnánk neked egy lemezt? Jaj, de jó lenne. Közben viszont Gallai megkért, hogy írjak egy dalt vele a Bikini Együttesnek, és adott egy dallamot, egy zenét. És arra megírtam a Híd felé című dalt, és ahogy megírtam, mondom, hát ez annyira jól sikerült, ez kár volna odaadni a Bikininek, ezt énekelj el a Kriszta. És szétszedtem, duetté, az nem duettnek íródott, de néztem, milyen jól el lehet vágni, és így elvágtam a strófák a duettére. Most az egy szakításról szól. Én körülbelül egy hete jártam akkor a Krisztával, úgyhogy semmi köze a dalszövegnek. Sok korábbi szakításról biztos van köze, de semmilyen konkrétum nincs benne. Tehát úgy értem, hogy ami konkrétum van benne, annak semmi köze a konkrét életemhez. Minden nap jógával kezded a napot. Legalábbis ezt olvastam. Meg ez van igaz, ez igen. Még? Igen. 30-valahány éve. Hogy találtál? Hát, ha 30 éve megvan, akkor az... Hát ez is anyámnak köszönhetem. Nagyon-nagyon céltudatos. Egy barátnője, aki a Márai Sándor unokahúga, Márai Enikőnek hívják, és az Enikő adott neki egy a 30-as években megjelent jogakönyve, Szelva Rádzsa Jeszudián jogakönyvét a 60-as években. És ez nekem baromira tetszett, tehát egy 10 éves gyereknek minden tetszik, ami ilyen ezoterikus. És akkor elkezdtem azokat a gyakorlatokat csinálni, hiszen abba hagytam, de aztán 30 körül újra kezdtem. Miért fontos ez? Hát én nem tudnám összeszedni magam reggel, tehát én iszonyú nehezen ébredek, nagyon, tehát én úgy vakarom össze magam. És akkor hideg zuhany, jóga, zabkorpa, kávé, 2-3 óra eltelik, mire az agyamnál vagyok. Ennyire fegyelmezett vagy, vagy pedig pontosan ezzel a nagyon rituális szertartásos reggellel, vagy fegyelmezett reggellel? Fegyelmezett, teljesen össze-vissza kelek, tehát ha kell, akkor fölkelek 5-kor, de ha tehetem, alszom 8-ig, én ebben semmi fegyelmet nem érzek. Na de hát, hogyha minden reggel ettől függetlenül hideg zuhany, hát meleg zuhany, mindegy, de ezzel elkezdeni azért, ez egy nagyon-nagyon nagy fegyelmezettséget. Hát valahogy megérte, tehát amikor megtanultam fejen állni 30 évesen, akkor arra gondoltam, hogy ha ezt minden nap csinálom, akkor biztos 60 évesen is fején tudok állni, és mit tesz Isten tényleg, úgyhogy ez nagyon jó. Ez legyen a végszó, és a sok-sok értékes gondolat mellett az útra való, szóval érdemes fejre állni, és még ha délbe is kell az ember, vagy reggel 5 óra, akkor itt legyen egy vezérfonala a napnak, ami aztán az egészet kordába tartja. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó étvágyat kívánok. És viszont. Az ember mindig jól érzi magát, hogyha kíváncsiak rá,
felkészülten kíváncsiak rá, és ráadásul nagyon szeretem a stúdióhelyzeteket, ugyanis ott minden más ki van zárva, és ez nagyon ritka az életben, hogy az ember mindent ki tudjon zárni, úgyhogy ezért eleve. És ráadásul stúdióhelyzet, amiben magamról beszélhetek, és ráadásul úgy beszélhetek magamról, hogy akivel beszélgetek, az nagyjából képben van, hát ez nagyon jó érzés. A forgatási helyszínt az immár 25 éve működő Remiz étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. Paul Lillát a Krizó csillogó ékszerei varázsolják még elragadóbbá. A műsorvezető frizurája a Pomádé szalonban készült. A Lillás reggeli a Facebookon is elérhető. facebook.com/lillásreggeli. A műsor média partnere a Pécs Rádió. Mondhatom így kettő, igen, mert nagyon, nagyon sok felé tudsz dolgozni és boldogulni az életben. A művészeknek általában az a legnagyobb problémája, hogy egy valamihez értenek, és azért nagyon kiszolgáltatottak. Ezzel szemben neked ott van a háttérben egy nagyon jó gyerekkori múlt, ami adott egy alapot. Ott van sok nyelvnek az ismerete, és annak az olyan a tudásszintű használata, amivel megint csak tudsz boldogulni. Tehát ezek mellett nyugodtan lehet önkifejezni, és költészetet is elővarázsolni, hiszen az csak egy kicsi szegmense az életednek. Hát most rengeteg dolog jutott eszembe, hogy megpróbálok... Bármelyikre lehet. Nem tudom én is, hogy merre indítsuk el, és akkor ezért dobtam fel a labdákat. Én nem tekintem magam művésznek. De miért? Nem mesterembernek tekintem magam. Egyszer a Brody mondta igen szellemesen magáról és általában a dalszövegírásról, hogy mi könnyűipari beszállítók vagyunk. Könnyűipari beszállítók. Igen, ember szereti úgy csinálni, de abban nem az az élmény, hogy én most baromira megírom, hogy mennyire bánatos vagyok, vagy mennyire örülök valaminek. Erre mindjárt. A forgatási helyszínt az immár 25 éve működő Remiz étterem biztosította. A műsorvezető ruháiról a Mystic Day divatárú nagykereskedés gondoskodott. Paul Lillát a Krizó csillogó ékszerei varázsolják még elragadóbbá. A műsorvezető frizurája a Pomádé szalonban készült. A Lillás reggeli a Facebookon is elérhető. facebook.com/lillásreggeli. A műsor média partnere a Pécs Rádió. Lillás reggeli. Hozzávalók két személyre. Egy adag friss tudnivaló, egy meghitt hely, egy lenyűgöző személyiség, egy csipetnyi kíváncsiság, egy csokornyi jó kérdés, és a háziasszony, Paul Lilla. Egyetemi tanulmányait az ELTE Bölcsészettudományi Karának esztétika művészettörténet szakán végezte. Dolgozott a Békés Csabai Jókai Színházban, a Madácsban és a Kolibri Színházban dramaturgként. Azt olvastam rólad, illetve egy veled készült interjúba, hogy a dalszövegírás az egy hihetetlen nagy dolog volt az életedben, mert egy boldogtalan költő fiatal emberből lett egy boldog szövegíró. Mi volt az, ami a váltást hozta nálad? Ez nem volt éles. Tulajdonképpen fokról fokra történt. Még komoly író és költő is voltam. És hát a legelső dalszövegeimet 77-ben írtam. Novák János kért meg, hogy a Thália Színházba írjak vele dalokat. Mindjárt eszembe jut, a Gargantua és Pantagruel című produkcióba. És akkor írtam először dalokat, addig csak verseket. Ez az a Novák János, aki a Cseh Tamásnak írta a dalokat, illetve a Kloriblinek az igazgatója. Ezzel tulajdonképpen elindult egy nagyon hosszú szerzői folyamat és egy közös munka is, hiszen a mai napig is együtt vagytok nagyon sokszor és dolgoztok. Igen, on and off. De hogy még az előző kérdésre válaszoljak, és akkor volt egy kis szünet,
és utána... Irodalmi műveket 1972 óta publikál. Írt verseket, regényeket, meséket, novellákat és dalokat is. Vidéki és budapesti színházak játszották drámáit, zenés komédiáit, rockoperáit, gyermekdarabjait és különböző adaptációit. Dalszövegeket ír, valamint színdarabokat és musicaleket fordít angol, német, spanyol és francia nyelvből. 2004-től a Művészetek Palotája művészeti tanácsadója. A Lillás reggeli mai vendége az Emerton és Hevesi Sándor díjas Fábri Péter író, dalszövegíró. Egyben fölhívott Árvai Jolán, talán emlékszel a nevére. Igen. Aki rádiós. Előbb az én szerelmem volt, aztán a Gallai Péteri, aztán a Gallait is kirúgta, de utána összehozott minket. Azt mondta, hogy van itt ez a fiú a piramisból, és hogy nem írnál le vele dalokat, kapnál tőlem egy kazettát, és akkor, hogy van-e kedved. Úgyhogy így kezdtem aztán popdalokat írni a Péterrel, és ez volt 81-ben. És úgy egyszerűen csak rájöttem az ízére, és mikor az utolsó verskötetemet írtam, ami 87-ben jelent meg, de 80-as évek első felében írtam a verseket, akkor tudtam, hogy ez az utolsó. Tehát, hogy kész, ebből elég lesz. Most még ezt megcsinálom, és aztán annyi. Soha többet nem szedted a verselést, hogy na most nekiállok és kötet formájára ismét? Erről fordult például, amikor egy kis matematikát tanultam, akkor elkezdtem matematikai verseket írni. De azokat nehéz elmondani, mert azok ilyen képletek és szövegek. Szóval mindenfélével próbálkoztam, de nem érdekelt. Azt mondhatnám, hogy az önkifejezés nem érdekelt többé, hanem a mesterséget szerettem. Egészen sok lábon álló művészember vagy, nyugodtan.